Vonulnak a rendőrségi buszhoz az illegális migránsok, akiket a rendőrség az M6-os autópálya Dunaszentgyörgyi pihenőjénél fogott el. Az egyenruhások a teherautóban 38 magát szírnek való utas találtak, akik között két gyermek és három nő is volt. A külföldiek sem személyazonosságukat, sem magyarországi tartózkodásokat nem tudták igazolni. A rendőrök az elfogott illegális bevándorlókat visszakísérték az ideiglenes biztonsági határhoz. A német rendszámú teherautót egy török férfi vezette. Őt a Tolna megyei rendőrök őrizetbe vették, embercsempészés elkövetésével gyanúsították meg. Sióagárdon a síótöltésen is találtak migránsokat a rendőrök két napra rá. Az illegális migránsok közül kettő líbiai, egy marokkói állampolgárnak vallotta magát. Ám ezek a férfiak sem tudták személyazonosságukat, magyarországi tartózkodásukat igazolni, ezért a rendőrök őket is visszakísérték az ideiglenes biztonsági határhoz. Csak úgy, mint azokat a külföldieket, akiket a rendőrség ismét az M6-os autópálya paksi szakaszán, a Dunaszentgyörgyi pihenőhelynél fülelt le egy igazoltatás során. Egy magyar rendszámú Suzuki típusú személygépkocsi közlekedett az autópályán Budapest irányába, amikor kollégáim figyelmesek lettek arra, hogy migránsoknak tűnő személyek utaznak az autóban. A járművezetőt, illetve az autóban utazókat igazoltatták, akik közül a sofőr egy 48 éves magyar állampolgár volt, illetve az autóban utazott még négy magát szírnek valló férfi. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság munkatársai a budapesti férfit őrizetbe vették és embercsempészés elkövetésével gyanúsították meg. A férfi letartóztatására is indítványt tettek. Csak az elmúlt egy hétben 4 embercsempészt és 75 migránst kaptak el a Tolna megyei rendőrök. Az elmúlt fél év alatt pedig 16 embercsempészt és 135 bevándorlót fülelt le a hatóság Tolna megyében.